Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game, és az igazi IC Challenge-nek a 27. epizódja. És hölgyeim és uraim, a mostani részben az első dolgom nem lesz más, mint hogy kijelölni az egyik finom étel készletünket és levenni róla a tiltást, ugyanis az egyszerű ételek elfogytak itt a kolóniába. Egy-kettő talán még van az embereinknél, konkrétan mindenkinél, kivéve Szerránál. Igen, már nincs. Úgyhogy nem nagyon főztünk, 9 darab rizsünk van, 16 óra van, és 90%-ban van megérve ez a rizs, ami itt van. Valószínűleg ezt is le fogom vágni, és egyetlen egy napot fogok hagyni arra, hogy a rizst meg tudjuk termelni. Ugye az előző részben kaptunk egy támadást, amit sikerült felszámolnunk, és a tetemek még mindig itt vannak, egy-kettő, azaz pontosan kettő tárgy van még idekint, amit össze fogunk szedni. Ugye mai rész alkalmával Szerre először kipakolja a cuccait, aztán valószínűleg majd ki fogom küldeni. De lehet, hogy Omega lesz, aki el fog szaladni. Nem, ő nem tud cipekedni, ugye? Használni tudja. Használni tudja, be tudjuk hozni és le tudjuk rakni, ennyiben tud hozzájárulni még a történethez. Viszont hogy a dognak azt mondom, hogy ezt cipelje el a 99%-ost. Szerre pedig miután kipakolta azt a felszerelést, hogy állunk a kajával, kipakolja a felszerelést, aztán elcipeljük ezt a repesz gránátot, kicsit rápörgetjük a történetet. Szeretném összeszedni az összes felszerelést, ami itt van még a környéken. Szövetsapka. Csak szövetsapkám van. Nem, van teveszősapkám is, ami normál. 9 fokban segít. És hogyha a szövetsapkát veszük figyelembe, az 9 fokban segít. Nagyszerű, oké, akkor nem fogunk szörből sapkát csinálni, valószínűleg majd törzsi ruházatot fogunk készíteni, mert ez szigetel a legjobban. És itt van még óriás lajhár gyapjú, itt van még mufaló gyapjú, tehát ezeket fel tudjuk használni annak érdekében, hölgyeim és uraim, hogy itt minden működőképes legyen. 98%-on vagyunk, ami azt jelenti, hogy ez nem betakarítható állapotú, de én itt a parancsok közül kiadom a betakarítás parancsot kompletten az egészre. Itt pedig a növény kivágási parancsot, hogy Szerra tudja végezni a munkáját. Ez egy nagyon-nagyon fontos történet. Azt hiszem, hogy elmegyünk. Kipakoljuk még a felszerelést, ez ugye még benne van. Repesz mellé, szövet csapka, szövet póló, aztán kajálunk egyet. És neki kezdünk a rizs aratásnak. A pihenéssel nem állunk valami jól, 50%-on vagyunk, de szerintem le tudom aratni, és a srácokkal pedig majd újra fogom ültetni ezt az egész történetet. Hely hiányában vagyunk ismételten, eléggé megteltünk, úgyhogy a mai részben remélem, hogy megajándékoz minket a Random Randy egy abszolút kedvező kereskedővel, akinek el tudjuk adni ezt a rengeteg cuccot, ami itt összegyűlt. Hölgyeim és uraim, haladunk előre, a kutatást folyamatosan végezzük, az igen. Igen, a 40%-ánál járunk majd a mostani részben, attól függ, hogy mennyi lesz az esemény, mennyit tudunk felvenni, hány napon keresztül tudjuk húzni. December 5-e van, még 10 napot el kell töltenünk itt ebbe a fagyos zónába, azt követően pedig a hőmérséklet csökkenni fog, és nem lesz annyira ítéletidő. Hölgyeim és uraim, a mostani részhez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! Egy nagyon kedves szituációval folytatjuk, hölgyeim és uraim, a mostani játékot, kaptunk egy és molotov koktélok felgyulladtak. Ilyenkor mi történhet? Oda megyünk és megpróbáljuk eloltani a tüzet. Szűk a hely. De hogyha a molotov koktél gyakorlatilag elveszíti az életerejét, akkor ez tovább robban és láncreakcióban fog ez a robbanás megtörténni. Ugyanez vonatkozik a gránátokra. És mondjátok meg őszintén nekem. De abszolút őszintén. Ekkora energiahálózatnál mennyi esélye volt annak, hogy pontosan a molotov koktélokra robban rá ez a szutyok? Ráadásul úgy, hogy a kolonistáim abszolút fáradtak. Abszolút fáradtak. Gyorsan oda menjünk, a tüzet eloltjuk, szövet sapka, az nem lesz probléma. Plusz még ugye érkezett itt egy mentőkabin, Piro, akit meg sem néztem, hogy milyen ember, hanem egyszerűen csak így levetkőztettem. 3 életet veszít a molotov koktél. Égési szegmensenként. Igen, az ott nem baj, ez a nagyobb baj. Miért nem tudod? Azért, mert megy. Csinálja. Oké. Szerre pedig megy a másik oldalról, 72-74. Jó, még a végén esetleg kapnék valami jó árat ezekért a molotov koktélokért. De eloltom őket, mindegyiket, és nem robbanunk tovább. Jó. Energiából pedig hát nem állunk jól, de pozitív irányba mozdulunk el, úgyhogy én
Nagyon-nagyon remélem, hogy a szélturbinák gyorsulni fognak a mostani alkalommal, mert ez így nagyon-nagyon meredek. Ez így nagyon-nagyon meredek. 170, oké. Úgy néz ki, hogy gyorsulunk. Jó. Rendben, ezt a mentőkabint kiveszem. És akkor neki leselkedünk egy újabbnak. Éppen egy karavánt indítottam el hölgyeim és uraim, hogy Sarah összeszedje a cuccot, ami itt van a jobb oldalon, amikor egy rajtaütés örvendeztetett engem meg. Úgyhogy én ezt a karavánt itt szépen vissza fogom vonni, illetve felvesszük ezt a jó minőségű repeszmellényt, és használjuk ezt a puskát. És abszolút megérte ezt a védelmi vonalat felépítenem, ugyanis mostantól kezdve minden egyes támadás, ami volt, utászokkal, ásott alagutakkal akarják kikerülni a védelmet. Megtanít minket a játék arra, hogy ne úgy gondolkozzunk, mint ahogy eddig gondolkoztunk. Úgyhogy most ez a rajtaütés, ez egy nagyszerű példa lesz. Kettő irányból fognak támadni ezek a szerencsétlenek. Ezek a halálra ítéltek. Oké. Balról nem látok senkit. Oké. Itt van. Itt van az első pont. Ide érkezik az első csapat. A második csapat viszont erről jön, és ők vajon hova a bubánatba fognak landolni? Nem tudom. Na jó, oké. Érkezik az első csapat. A második csapat viszont ott jön, itt. Ó, igen. Oké, jó. Akkor megyünk fel éjszakra. Először megnézzük, hogy ott gyakorlatilag kiket kapunk. Közel vannak a bázishoz, nincsen hátsó ajtónk, hogyha lenne hátsó ajtó, akkor a hátsó ajtót támadnák. Ilyenkor amit tehetünk az, hogy a robotágyukat megfogjuk, és akkor felvisszük ide, hagyjuk, hogy bejöjjenek, majd utána rommálőjük őket. Az utászokkal ásott alagutak annyiban segítenek nekünk, hogy 490-es életet le kell ütniük, mielőtt hozzáférnének az értékes technológiánkhoz. Ugye ez a... Hát ez a palazsám, hogy annyira nem jött be, az az igazság. Lehet, hogy valami értékesebbet kellene kipakolnunk. De megnézzük, hogy valójában az első hullámba négyen vannak. A második hullámba pedig hatan. Jó. Elméletileg a kettő hullám különálló támadásként kell értelmezni. Tehát nem elég az egyiket kompletten megölni, mondjuk ezt a hatost, a négyes még ugyanúgy fog támadni, tehát két irányból kell gyakorlatilag megszerveznünk a védelmet, ami talán, hogyha a mechanoidokat nem számoljuk, talán az egyik legkeményebb diónk lesz. Ami vár ránk, na lássuk. Szükségleteknél úgy állunk, hogy kajáljunk gyorsan egyet, és van nekünk egy dogunk, aki fáradt, de nem baj. Nem baj, nem baj, nem baj. Megnézzük, hogy ez a csapat valójában hogy és kikből áll. Ott látok egy gojuice-t. Itt látok egy vadászpuskát. Ez egy normál vadászpuska. Itt pedig egy repeszgránát. Ő a legveszélyesebb tagja a csapatnak. Harper, ő pedig szintén eléggé veszélyes, mert ugyanazt a lőtávot képviseli, amit mi is képviselünk. És felmegy, elfogyasztja a gojuice-t. Majd megnézzük, hogy ez a csapat pedig kikből áll. Úgy látom, hogy pisztoly, könnyű géppisztoly, kés, molotov koktél, molotov koktél. Molotov koktélon akarna bejönni, ami egyébként, és itt a vadászpuska. Na, a játék kezd kompenzálni. Szóval én megkaptunk egy létszámot, hogy valójában mennyi emberrel kell harcoljunk, és kaptunk most már olyan ellenséget is, aki rendelkezik azzal a fegyverrel, amivel abszolút tud nekünk ártani. A következő lépcső az, hogy megnézzük, hogy szövet, kabát, törzsi, ruházat. Oké, te meghaltál, te megfajtsz, repeszmellény, jó, szövet, kabát, szövet, törzsi, ruházat. Ti nem tudjátok, hogy hova jöttök? Ott is van, normál, alpakka gyapjú, téli kabát, és óriás lajhár gyapjú, törzsi, ruházat, ami jó. És ő már mínusz 70 fokot kibír, míg a többiek ilyen mínusz 20, 30, 40, 17 fel. Alpakagyapjú törzsi ruházat, 3 gojuice, amit el tudunk majd adni, amennyiben túléljük ezt a támadást. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha túlélnénk. Itt van egy repeszgránátos, akinél van 5 darab füvescigi, 3 gojuice, 3 sör meg a gyógyszer. Ő a mú. Ő a hordár, mínusz 48 fokot bír. Szövettéri kabát, szövettéri kabát, szövet...
Annyira nem mondom, hogy veszélyes, mínusz 49, mínusz 48, ez az, ami nagyobb problémát jelent. Védelem a hővel szemben, az mondjuk jó, oké. Okay. Nos, mit tudunk csinálni? Mindenféleképpen lyukat akarnak ütni a védelmünkön, máshol akarnak bejönni a bázisomba, mint ahogy én azt elterveztem, hogy akkor itt szépen időig bejönnek, aztán lejönnek, aztán feljönnek. Úgy néz ki, hogy ez, ezen a térképen srácok, lányok már nem működik, mert az összes rajtaütés utászokkal, ásott alagutakkal próbál meg bekopogtatni hozzám és elvenni az életem, ami abszolút nem szimpatikus számomra. Molotov koktéllal az ajtókat megkongathatják, de az annyira nem baj, mert hogyha bejönnek ezen az acél ajtón és esetleg itt is szeretnének bulizni, a következő lesz, újra csatlakoztatom őket és torkolat tűzzel itt kinyírunk egy nagy csomót. A nagyobb baj inkább a márvány, homokkő, azt nézem, hogy van-e acél valahol. Homok, oké, okay, nincs. Nincs. Az acél az kigyullad. A kövek azok nem. Azok nem gyúlékonyak, de az acél az igen. Oké. Okay. Jó. És támadnak. És Serra még nincsen sehol. Ő sincsen sehol. Dog. Patkódobálósat játszik. És lehet, hogy nem patkódobálósat kellene játszanunk, hanem jönnünk ide védekezni. Ezek nagyon messze vannak még, ott sokkal nagyobb a fagyás veszély, mint itt. Itt a repeszgránátos elég nagy kárt tud nekünk okozni. Itt már van egy enyhe kihűlés, ami nem rossz, de nem is annyira jó. Igen, felveszi gyorsan a repesz mellényt. Nagyon-nagyon rosszkor jött ez a támadás. Abszolút rosszkor. Oké, okay, menjünk ide mi is. Hát barátom, te nem fogsz most lefeküdni, aludni, te mész szépen védekezni. És valószínűleg... egy irányba fogunk védekezni először. Sokkal nagyobb esély van, hogy itt fognak bejönni, mint bárhol máshol a bázisba. És én mind a három emberemet fölfele fogom küldeni. Mind a hármat fölfele. És megnézzük, hogy gyakorlatilag milyen károkat tud nekünk okozni ez a csapat. És lehet, hogy meg kellene futtatnunk valakit. A lehető leggyorsabban. Te vagy a leggyorsabb haver. Te ki vagy? Piromán protézis fóbiás. Te hamarosan halott leszel, de most még elég nagy károkat tudsz nekem okozni. Átgyalulunk itt a sírokon. És azok is jönnek. Aha. Oké! Okay. Oké! Okay. 18-asra robbantotta le a homokkőfalat. Ami azt jelenti, hogy ő tovább fog jönni, mi idekint vagyunk, és nekünk ide vissza kellene mennünk akkor, mert hiába jövünk tovább, Mikshen tovább fog jönni, és ide fogja dobálni ezeket a nyomorult gránátjait. Jó, oké, ezt egy kicsit félre kalkuláltam. Azt hittem egyébként gránátból elbír néhány támadást. De nézzük meg akkor a repesz gránátot, hogy mi is van neki. Azt mondja, hatótáv 13, közvetlen talált esélye, bla bla bla, sebzés 50. Minőségi szorzó 100, végre 50, alapérték 50. What? What? Nagyon szívesen visszamennék a robbanás előtti időszakba, hogy megnézzem, hogy az 50-ből hogy jött ki 400? Hogy jött ki 400? Hogy? Ez most zavar, ez most határozottan zavar. 100%. Na mindegy, nem kezdek el itt spekulálni, srácok, lányok, visszamegyek a bázisba, mert valószínűleg meg fogják nyitni. Így is van, pontosan. Érkezik a következő gránát, és jönnek is tovább. Úgyhogy Serra, kérlek, gyere ide. Érkezik a következő csapat, és... oké. Okay. Jó, lassan beérünk a bázisba, és balra fogunk benn... és a falat fogja felrobbantani a nyomorult! Kész. Mellé.
Oké. Nem talált. Ne. És nem találjuk el mi. Oké, a droglaborunknak annyi, de egy találatot bevittünk. Jó, megyünk amarra. Gyerünk, szaladj. És itt van a vadászpuskás, akinek végre erős. A varróasztalunknak is annyi. Azt a kutya fáját. 54%-os a kihűlés. Oké. Ez a csapat elmenekül azért, mert itt már összeestek. Most a következő csapaton a sor. Azt fogjuk csinálni, srácok, lányok, hogy a lehető leggyorsabban ezeket a károkat megpróbáljuk kijavítani. Tehát itt az építményeknél acél az, ami legközelebb van. Tehát itt 2 darab acélt szerrával a lehető leggyorsabban felhúzunk. Ugyanis itt a belső hőmérséklet már mínusz 9, mert mínusz 154 van a belső zónába, és ennyi radiátor nem képes felépíteni. A külső csapat, akit figyelembe kell vennünk, itt már vannak elesettek, doggal pedig itt ezeket pedig levetkeztetjük. És őt is. Oké, haver. Szerintem te gyere ide. Jó, oké, ők is összeestek. Oké, tehát akkor csak a fal az, ami nagyon-nagyon gyenge. Ennyit már tudunk. Na, wow, gyerekek, itt aztán... Oké. Siessünk. 27%-os kihűlésünk van. Rohadék gránátos. De legalább akkumulátor nem robbant fel. Gyerünk szára, hegeszed felfele. Mínusz 150. Öh. 34%. Mínusz 11. Nem fagytak el a növények, nem haltak meg a csirkék, működik a hálózatunk, és mínusz 147. És egyre jobbak és jobbak vagyunk. Oké, hogy állunk? Kihűlésünk az enyhe, 33%-os. Oké. Levetkőztetjük, és őt is levetkőztetjük. Ez biztos, hogy meg fog történni. És van itt egy 31%-os kihűlésünk. Karakterünknek a szükségletei pedig kajálnunk kell. Na már most lehet, hogy nem fognak halálra fagyni. Van egy kihűlésünk. Természetesen dog irányába. 38%, oké, dog. Gyere be. Megjavítja. Nem javítod meg, aranyom, hanem levetkőzteted, és őt is levetkőzteted, majd utána visszajössz. Szabad ég alatt avulhatnak a tárgyak, de nekünk nem szabad megfagynunk. Sír az el fogott menni, ő már nem fog itt nekünk sírni. És itt a kihűlés súlyos, ami 85%, ő meghal, 87%, ő is meghal, és 85%. Oké, a fegyverek azok, amikkel gazdagodtunk, srácok, lányok, ezt itt nem fogom tudni megcsinálni, tehát én itt ki is fogom venni a harcból ezt a karakterünket, Szerát, viszont meg fogom kérni, hogy elmenjen A-ból B-be. Mínusz 138, aránylag tűrhető állapotban vagyunk, és Dog pedig 45%-on van. Oké, na ez szoros volt. Ez abszolút szoros volt. Biztos találkoztam már ezzel a szituációval, srácok, lányok, hogy a gránát ekkorát sebezzen a falakra, de valahogy nem voltam felkészülve arra, hogy a repeszgránát mégis ilyen lyukat tud ütni a védelmünkön. Ez eléggé sokkoló volt számomra. Remélem, hogy a mostani rész nem tartogat hasonló meglepetéseket. És hát, Harper, a disszidens megfagyott. Úgyhogy össze fogjuk szedni ezeket a cuccokat, amiket csak lehet, miután felmelegedtünk, és helyrehozzuk magunkat normálisan. Ha jól tudom, ez az első buli, amit eddig láthatunk az igazi IC Challenge-be, és
Éppen összehordtam a hullákat itt a kolónián belterületén, amikor azt mondta valaki, Serra mondta, azt mondta, hogy már pedig ide kell egy buli. Aki elmegy, élvezni fogja a hosszantartó hangulatjavulást eredményezve, és pontosan ebben a másodpercben csatlakozott egyben Sas, aki egy vándor. És van nála egy forgó pisztoly, ami nem rossz. Lássuk, mesztelenség, az jót tesz a mínusz 147 fokban. Még hogyha most kimentek a levegőre srácok, lányok egyszer pulcsiban, meg nadrágban csak, akkor is azért megérzitek a hőmérsékletet. Eléggé rendesen. Gondot célzó, férfi gyűlölő, anti-alkoholista, egyszerű munkára képtelen, gyártásra és konyhai munkára, de a földművelése jó, gondozása is jó, és szellemi munkában sem utolsó. Nos, mit adsz nekünk? Három túlélő csomagot, ami most kell, mert nagyon-nagyon ki akartam centízni azt, hogy itt a rizs termesztés pontosan 2 napot vegyen igénybe, és amikor már fel kellett volna kapcsolni, az újra csatlakozásra kattintottam a kvarclámpánál, és egy napig nem ment. Tehát a tyúkok valószínűleg picikét éhesek lesznek, és lehet, hogy alultápláltság fog fellépni, de mostantól kezdve ezeket a tojásokat használom, mint alapanyag, mint élelmiszer alapanyag, mert minden egyes tojás 5-tel csökkenti a rizs felhasználást. 3 darab tyúkom lesz. Ha csak a tyúkok lesznek, és meghalnak a kakasok a kor miatt, akkor is megspórolok 30 rizst, hogyha 2 tojást fognak tojni. És a kérdés az, hogy 30 rizs felére 3 tyúkkal. A kérdésre a válasz az, hogy nem. A finom étel által nyújtott hangulat növelés az, ami felér gyakorlatilag ezzel a 30 rizssel. Dog, menj bulizni! Omega, részt vesz a bulin. Serra, menjél. Kihűlés veszély, gyorsan menjél be bulizni. Sas, te pedig, hát meddig fog eljutni? 19-20, szövet téli kabát, erős kihűlés, 50, állj. Oké, akkor ezt dobd el, ezt is, meg ezt is. Így van. És most pedig szépen mennyire aranyom, jó? Hát nem, akkor maradj ott. Oké. Nos. Egyéb. Sír. És oda jöhet a következő. A buli egy nagyon-nagyon fontos komponense a játéknak, hölgyeim és uraim. Én nagyon örültem, amikor behozták ezt az akciót. Ilyenkor általában valamilyen tudatmódosító szert használnak. Legyen ez egy sör, vagy egy füvesszigi, vagy egy fekete teja, vagy bármi, ami fogyasztható, alapvető élelmiszert vesznek magukhoz. Sas meghalt, teljes mértékben nem érdekel, és Serrával majd el fogjuk temettetni, amíg Dog megássa a sírját. Omega meg tudja ásni a sírt? Nem tudja, mert építésre nincsen beosztva. Hajajaj! Omega! Úgyis rájössz, nem haver? Készítsd el ezt a sírt. Nem, a tiéd lesz, ne aggódj. És úgy látom, hogy vége van a bulinak, ami azt jelenti, hogy 9,9 napon át 4 bónusz hangulatjavulást fog kapni ezáltal a Serra, hogy ott volt azon a bulin. Ez jó, nem ilyen szélsőséges környezetben tudom abszolút elképzelni, hanem ugye másabb szituációban. Teljes mértékben jó az a plusz 4, a lehető legkisebb dolgoknak is örülünk, mint például a silány vagy a normál minőségű ruháknak, amit amúgy sem használunk, illetve rengeteg mindenre, ami még itt található a kolóniánkban. És valószínűleg, amit meg fogunk csinálni az a termelésnél, az első dolgunk az lesz, hogy egy varóasztalt készítünk. Kőfaragó varóasztal, acélból, 75 acélt vesz igénybe, és ide le fogjuk pakolni. Lassabban fogunk dolgozni a rossz hőmérséklet miatt, az alapvetően nem probléma. Már van egy ennyi kiülésünk. Oké, ezt gyorsan fel is építettünk. Fémsalag darabot cipelünk a helyére. Ja, innen, oké, jó. Rendben, onnan elcipeljük. Viszont lehet, hogy el kellene temetnünk ezt a szerencsétlent, úgyhogy ide jövünk az ajtóba. Szükségleteink abszolút jók. Dog, ő folyamatosan dolgozik a kutatáson, Serra pedig pihen, hogy aktív részese lehessen a következő napokban ismételten a kolóniánknak. 5503. december 11-én az űrhajó számítógép központot sikerült kikutatnunk, hölgyeim és uraim, és egy space lenyomás kíséretében meg is állt az idő.
Megyünk tovább, és az űrhajó szenzorhálózatot fogjuk a továbbiakban kutatni. Az ötből kettő könnyű megvan, jön a közepes, aztán jön a kettő nehéz. És lássuk, srácok, lányok, hogy valójában az építkezésnél, az űrhajónál mi is kell ehhez. Itt is van 70 darab arany, amiből nekünk most van 51. Tehát aranyra még szükségünk lesz. Illetve egy EMI személyiség központra, aminek a küldetése már itt van. És 4 darab fejlett alkatrészre. Tehát kell akkor 12-16 fejlett alkatrész, és hogyha egy űrhajó gerincet használunk, akkor minimum 1-18, tehát nagyon sok mindent meg kell vásárolnunk ahhoz, hogy ez itt működőképes legyen. Ez az egyik. A másik pedig az, hogyha használhatunk esetlegesen ugye űrhajó roncsokból visszamaradt dolgokat. De én inkább megvenném, hölgyeim és uraim, mint hogy újra űrhajóval kell harcolnunk. És mivel nem holnap fogjuk elhagyni a bolygót, ezért valószínűleg harcolnunk kell majd. Meglátjuk, hogy valójában ez mit is hoz magával. Így előre láthatólag újabb védelmi vonalat kell majd kialakítanom itt a bázis körül, amit be tudok normálisan védeni. Tehát nem ez lesz a széle a bázisnak, hanem talán itt lesz majd még egy. Majd a sírokat ki kell ástom, nem nagyon örülök neki, de muszáj. Illetve az előbb kaptunk egy szállítmányt, és 10 darab amfetamint pakoltunk be a bázisba valahova. És eltakarítja szerre a vért. Hamarosan le tudjuk aratni ezt a rizs mennyiséget, ami itt van, és a csirkék, illetve a kakasok, a tyúkok és a kakasok már abszolút éheznek. 1,2%-on vannak. És a kérdés az, hogy még semmi sincsen betakarítható állapotban. Én szerrel abszolút ugrani akarok erre a parancsra. Sőt, ide jövünk. Ide megyünk. És betakarításra kész, oké. És szerre automatikusan elindul, és el fogja pakolni a cuccot. Omegának erős összeomlás veszélye van, ő nem igazán bírja azt a stresszt, amit a mostani tél hozott. De hamarosan vége van, srácok, lányok, most már remélem, hogy enyhül az idő, és remélem szebb, és jóval könnyebb napokat élhetünk meg, mint ami a mostani abban volt. És hát mi is jöhetne, hölgyeim és uraim, egy fantasztikus rizs aratást követően, mint egy rajtaütés. 2 darab csibe született, egy hím és egy nőstény csibe, miket eutanáziával elaltattam. Omega így ennek köszönhetően a gyógyítását 4-esre fejlesztette, Dunnak viszont 2-es csak a gyógyítása, őt kellene előtérbe helyeznünk, amennyiben hagyjuk, hogy kikeljenek a kis csibék, mert én mindenféleképpen azt szeretném, hogy a tojások, azokat felhasználni finom éterre, így 30 darab rizst tudunk mentesíteni, bár lehet, hogy ez is így ráfizetéses. Viszont a jelenlegi helyzetben biztos, hogy az. Úgyhogy 3 tyúkot fogok meghagyni, lehet, hogy a 2-ből csak 1 kakast, talán a fiatalabbat, talán hagyom még, hogy legyen egy új kakas, ezt a 2-t levágom, aztán hadd nőjön majd be így a kolóniába, de ennyit így a baromfi tartásról. Rajtaütés az Ares Party jóvoltából érkeznek, támadás előtt még felkészülnek. Wow! Sújtócsapdák rémét látjátok, srácok, lányok. Ez az, ami az egyik legbrutálisabb. A pajzsosokon kívül. Persze, ez itt mind közelharcos. Ezzel én mi a francot csináljak? Acél, buzogány, egy kis gojuz, ambrózia. Messze vannak ráadásul. Füves cigi. Na, hol mi? Semmi gojuz. Jó. Oké, készüljetek fel. De egyébként annyira távol vannak most itt tőlem, hogy úgy értelme nem nagyon van elmenni az ő cuccokért. De hát... akkor nézzük meg! Kazuko. Az. Az állatok szét vannak bontva, kaptunk 3 darab húst belőlük. Na lássuk, látunk-e valamit, ami ismerős. Lilit! A száműzött. Oh, jó neve van. Lilit Luxemburg. Teljesen jó. Banks, Edward, Ferguson, Bellerose, Heian. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az első kieső. Mert most így mínusz 132... Ott a vegyes kereskedő, hölgyeim és uraim, meg is érkezett végre. És elméletileg... 2-vel jobb a szociális készségünk, Omegával
mint Sarah-val. Tehát, ah, oh, végre! Oké, okay, hol van ez a cucc? Akkor én most kereskedem. Hát ez nem tetszik. Ez nagyon nem tetszik. Nem baj, vissza tudjuk kapcsolni. Be tudjuk kapcsolni egyébként a tartalék energiánkat. 14 óra van, muszáj hagynunk, hogy a rizs nőjön. De valamiért most... Támadjon fel a szél! Ezt szeretném a legjobban. Azt szeretném a legjobban, hogy feltámadjon a szél. Beszélünk a vegyes kereskedővel. A támadás az nem opcionális, meg fognak fagyni. Nem fognak támadni, össze fognak esni, rossz lesz az érzésüknek. Azt nem is kell nagyon egyébként részletezni, hogy valójában mi fog történni. Viszont lássuk a vegyes kereskedő. Ott a tyúk! Megint ott a tyúk, hölgyeim és uraim. És vannak már sertések is. A sertések nagyon-nagyon jó állatok ebbe a játékba, mert intelligensek, hordják a cuccot, hogyha kell, és remek húsforrás. És kapcsolatot is ki lehet alakítani velük, hogyha éppen úgy adódik. Túlélő csomagom van, ami látott, kémiai üzemanyag, ezt Richből azt hiszem, hogy elő tudjuk állítani, de nem nagyon fogjuk. Fejlett alkatrész egy darab van neki, én ezt meg fogom venni. Ezt mindenféleképpen megveszem. Ami furcsa egyébként ez ebben a vegyes kereskedőben, hogy gyapjút egyáltalán nem hoznak. Ami abszolút furcsa számomra. Nem nagyon értem, hogy miért. A húst el tudjuk, meg tudjuk venni 3 ezüstért. Alkatrész is van. Valószínűleg ezt a vegyes kereskedőt alkatrész és fejlett alkatrészre fogjuk majd használni, de van neki 923 mészkő, és van itt egy kis fa is, amit fel tudunk használni. Urán sajnos nincs, acélja van, de az a legkevesebb probléma. Úgyhogy először eladom ezeket a kevésbé fontos dolgokat. Kokainért 11, igen, ez is mehet, gyógyszert nem adjuk el. Menjünk itt szépen sorba lefele. A kékbőr az eléggé pocsék állapotban van, viszont a vegyes kereskedő elméletére bútorokat is tud venni. Így van, ott van. Oké, álljunk meg, Sarah. Ezt eltávolítjuk, ezt is eltávolítjuk. És Sarah legyen az, aki ezt megcsinálja. Megnézzük, hogy mennyit el azért a kettőért. Ez egy remek és egy normál minőségű szövet karosszék. Nagyon furcsa egyébként nekem, hogy így a normál karosszéket készít. Oké. Okay. Jó, és most a vegyes kereskedővel tárgyalunk, és megnézzük, hogy mennyit ad ezekért a székekért. 121-et és 79-et. Ez amúgy nem rossz. Ez amúgy nem rossz. Lehet, hogy máshol is fel tudtam volna használni ezt a pénzt, de ez nekem teljes mértékben megfelelő. 79 kell az aranyból, és ezt is meg kellene vásárolni, hogy már egyetén ki tudjunk pipálni, srácok, lányok. Nos, akkor van itt szövetnadrág, szövettéli kabát, bőring, teveször téli kabát, 25%-os, ezt eladjuk. Ezt is eladjuk. Mufaló gyapjú silány ing, szerintem ez sem kell nekünk, ezért örülök, hogy kapunk 52-t. Szövettéli kabát, medvebőr ing, szövet sapka normál, ez is mehet. Aranyat nem adjuk el, és menjünk szépen felfele, hölgyek és urak. A kokalevelet eladjuk, mert nem nagyon akarok vele mit kezdeni. Kipróbáltam, jó volt, élményt adott, remek, bravo, fantasztikus volt, de nem nagyon akarok vele foglalkozni. Luciferium az nála van, 12 darab, de az nem kell. Go Juice az mehet, ez is mehet. Kokain is mehet. A crack is mehet. Ez is mehet. És itt pedig... ennyi van, amit el tudtam neki passzolni. Ezen a területen. Ezen a területen. Csak ezen a területen. Én megveszem az összes fejlett alkatrészét. És vásárolok nem 23-at. Abszolút nem. 45. 9 alkatrészt. Azért veszem meg az alkatrészt, hogy a fejlett laborasztalt fel tudjuk építeni. Ha felépítettük a fejlett laborasztalt, akkor Omega le tudja foglalni magát, és nem fog itt nekem keringeni, mint gólyafos a levegőben, mert engem végtelenül idegesít. Nagyon. Elfogadjuk, fizetünk érte. Sarah, kérlek, az orbitális jeladót áttelepítjük. Fegyverzet az nem kell, itt van némi ruházat. És ott van egy szobor, ott a szobor, kettő szobrunk, hát azt nem hiszem, hogy... nem hiszem, hogy meg fogják venni. Na mindegy, vigyük az orbitális eladót. Készítsük el. Igen. Érkezik a cuccunk. Ez mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy cipeljük szépen be. Valamint azt is cipeljük be. És
És amint azt ott eladtuk, leraktuk, oké, okay, kommunikálhatunk. Nos, szövet ing 1,8, jobb mint a nulla, szörnyű szövet nadrág, de 99%-os ezért éri meg a majdnem 18 ezüstöt. Farkasbőr póló, ez jó, mert a farkasbőr minőségi bőrnek minősül, és egyébként a hideg elleni ellenállás 5,3, úgyhogy az abszolút nem rossz. Én úgy gondolom, főleg azért, hogy ennyi pénzt ad érte. Szövet téli kabát, szintén silány, de 99%-os. Az ott most nem kell. Szövet sapka, silány 1. Nem kell szövet sapka normál. Ez sem kell. És itt vannak az acél szobrok, 100. Na most ugrik a majom. Most ugrik a majom. Acél. Nem látjuk, hogy mennyi. Na most már 2,86 érve eltik, az eddig is az volt. Oké. Tehát 1,75 ezüstben jön ki az acélnak az ára, hogyha eladom. Mert mind a kettő normál. Ugye ettől csinálhatunk jobbat, nő az ára, és ugyanúgy 100 acélba kerül. Én mind a kettőt eladom. 520-nál járunk. És itt rengeteg ruha van még. Nagyon-nagyon sok ruha. Akkor alkatrészekből vásárolunk még annyit, hogy ez 39 pluszra kijöjjön. Tudunk eladni még valamit, amit? De nem, nem semmit. Jó, 39-et még kapunk, 10 alkatrészt vásárolunk. Oké, állj. Serra, az orbitán. Mennyivel egyszerűbb, hogy van, aki kommunikáljon, és nem pedig Serra elcsarogjon itt. Áttelepítjük, itt van egy silány sapkánk, aminek zónában kell maradnia. És ott van molotov koktélunk, meg pisztoly, meg egy normál sapka. Meg 5 ambrózia. Oké. Vigyük. Meg is kaptuk az alkatrészeket, illetve az ezüstöt. Omega még mindig ott átcsarok. Támadók? Na. Oké, jó, fetrengenek már. A fegyverekért mondjuk elmehetek, hogyha kicsit jobb lesz az idő, de most abszolút nem terveztem, most fontosabb dolgokkal fogok foglalkozni. Na? Esetleg? Oké. Következő, eladjuk ezeket a dolgokat, amik még itt vannak. Teveször nem, gyíkbőr, 4 darab gyíkbőröm van. Ettől megszabadulok, csak a helyet foglalja. Ambrózia 5, ezért jó pénz jár. És van 2 darab sapkám, amit szintén eladok. 60 ezüsttel lettem gazdagabb, a maradék alkatrészekből pedig vásárolok egyet. És megtartom a maradék pénzt, ami lezuhan majd az égből. És áttelepítjük szépen az orbitális jeladót ebbe a zónába. Így van. Így van, az utolsó zónába rakjuk le, srácok, lányok. Gyorsan felépítjük, azt követően pedig Serra szerintem kajálni fog. 60 darab, nem állunk jól egyébként ezek a csirkék. Ares Party kalózok, megkezdik a rohamot! Menekülnek! Úgy kell. Nyomorultak. Oké, okay, arra kell odafigyelni, hogy itt jó helyre csatlakozzunk. Az ott jó hely, én is úgy gondoltam. És a vegyes kereskedőt tárcsázzuk. És az utolsó kereskedelmet folytatjuk le így a vegyes kereskedővel. 34 egy túlélő csomag. Ez amúgy egy kicsikét erős, de hát sajnos ez van. Ezt kell szeretni. Rovar kocsonyából van nekem 37. Hát akkor eladjuk. Eladjuk. Eladjuk a rovar kocsonyát. 148-ot kapok is tőle, helyes. Megveszik ezt a maradék 3 darab alkatrészt. Rovarkocsonya kiikszelte ezt az egész történetet. Akkor azt mondja, hogy fércelt bőrből van 10, az ne foglalja a helyet. Csincsilla bőrből van 28, az még egy sapka. Vagy egy kalap. Fekete teját azt eladhatjuk, mindegyiket nem kell. Amfetamin... igen, ez mondjuk egy jó cucc. Ez jó cucc. De ezt az amfetamint is eladjuk, ez adott nekünk 180 aranyat. És most jön a részlet gazdagabb fából, én szeretnék venni 100-at. 100 fát. Ez fix. Szövetpóló normál, szövettörzsi ruházat, igen. És akkor menjünk szépen, fércelbőr, normál póló, óriás lajhárgyapjúból, ezt is eladjuk, szövettéli kabát, az is mehet. És itt van normál, 57%-os, de 28 ezüst. Szövetpóló normál, ez is mehet, óriás gyapjú silány, ez is mehet.
Törzsiruházat, szörnyű 91, ezt nem fogjuk eladni, mert hiába szörnyű a minősége, még így is 15 fokot véd. Bőrpóló, ez mehet, óriás póló mehet, muffaló gyapjú ing, ezt nem fogjuk megvenni, mert silány egyébként, és 7 fokot véd. Szövettéli kabát mehet, szövettéli kabát 2, mind a 2 mehet, 471-nél járunk lóvéba, az úgy egészen kellemes. Muffaló gyapjú téli kabát normál, ez 59%, szövettörzsi ruházat az mehet, lehet, hogy ezt is eladjuk. Óriás lajhár gyapjú póló, mind a 2 mehet, normál. A törzsi ruházatokkal kell majd óvatosan bánnunk, de elég van. De van elég, úgy azt akartam mondani. Azt akartam mondani. Törzsi ruházat, silány és 16,8 fok, ezért nem szabadul meg tőle. Silány minőségű 14, oké, ez mehet. Nadrág, jó, 97. 7,5 fok, ezek abszolút apró lépések. Ördögszövet, nadrág, úrje, törzsi ruházat, normál nem. Téli kabát, 2 mehet, fércelből mehet, színszövet mehet. Repesz nadrág 88-ért mehet, és most jönnek az igazán jó árba levő dolgok. Lássuk, vékony bőr normál 2,95. 1500-nál tartunk, bár mondjuk több mindentől megszabadultunk most, mint amitől szerettem volna. Férceltből téli kabát az mehet, farkas bőr törzsi ruházat normál. Igen, ez is mehet. Mind a 2. Alpaka gyapjú törzsi ruházat jó, ez 16,9 fok. Téli kabát 68 fok és óriás jó 74 fok. Ennyi volt és 1839 ezüst ütni a markomat, hogyha nem költeném el mindenre, ami kell. Szövet sapka, silány szerintem az mehet, normál. Normál 9 fok. 9 fok. Silány 8,1. Teveször sapka 9 fok. Oké. Okay. Szövet kemény kalap jó, ez a befolyás 15%-kal növeli, de nem tervezem, hogy tovább növeljük a kolóniát, de ezt meghagyom. Fércelt bőr cowboy kalap 23-ért eladjuk, szövet csapkát 16-ért, tehát ez még ráadásul jó is. Annyira nem kellendő a cowboy kalap, azt vettem észre. És pontosan rosszra kattintottam, ez mehet. Szövet sapka normál, normál. Ezt itt eladjuk még. És ennyi volt, hölgyeim és uraim. Ez volt így a kereskedelem. 1915. Ezt fogjuk elkölteni X mennyiségű homoktömbre. 666. 923 mészkőtömbre akartam mondani. És lehet, hogy aranyad van? Hogyne volna. 51 van, és nekem 19-et kell venni, ugye? 19. 380 ezüst maradt. És ezt a fennmaradt ezüst mennyiséget pedig acélra, nem, plastacélra. Plastacélra fogjuk elkölteni az összes pénzünket. Így. És kaptunk belőle 28-at. Mennyivel jobban és tisztábban néz ki ez az egész kolónia? A fegyverekből van rengeteg még, illetve jön még itt majd fegyver. Ugye ezek közül, akik itt menekülnek, ez mind rengeteg vas, amit be fogunk olvasztani. Viszont hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ez egy tartalmas rész volt, mélységekkel és magasságokkal, az a vegyes kereskedő megsomogatta a lelkem, és újra közelebb léptünk ahhoz, hogy elhagyjuk ezt a nyomorúságos területet. Az sajnos kiábrándít, hogy a támadások azok eléggé kemények, de éppen ezért vásároltam horribilis mennyiségű követ, hogy fel tudjuk majd tölteni ezeket a hajót energiával, és meg tudjuk védeni magunkat akár több rétegben. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. Én Uno voltam, és mindig találkozunk legközelebb. Szevasztok!